15. fejezet. Bülow régóta látni vágyott leányait, és Cosima megengedte, hogy Daniella meglátogassa apját. Ketten aztán eljöttek Weimarba. A nagyapa nagyon örült a viruló leánynak. Ami szabad ideje a tanítványoktól maradt, azt mind nekik adta. Elvitte őket Meyendorf bárónéhoz. Sétált és parádézott velük az utcán. Bemutatta Daniellát a nagyhercegéknek, és igyekezett kihúzni magát, gondosabban kefélkedett, hosszasabban borotválkozott, mutatós nagyapa szeretett volna lenni. Még saját unokája előtt is a kacérság bizonyos nemével kellette magát. De amiben hivalkodott, abban érte a büntetés. Szelesen ment fel a kertészet lépcsőjén, öreg lába elbotlott. Tehetetlenül kapkodott hosszú karjaival a levegőbe, de nem volt mibe megkapaszkodnia, lezuhant a lépcsőn. Egy fél emeletet esett, és a lépcső alján ott maradt fekve. Még ahhoz is gyenge volt, hogy kiáltson, csak nyögött fájdalmasan. Spiridion és Paulina rohantak elő, próbálták lábra állítani, de nem lehetett. Össze-vissza zúzta magát, nem tudott lábra állni, homlokából csurgott a vér. Nagy nehezen felvitték az emeletre, levetkeztették és ágyába fektették. Eltörni semmije sem tört el, ezt maga is meg tudta állapítani, ezért nem engedett orvost hívni. Mire Hans és Daniella megjöttek a városból, már megnyugodott. Fejét beköttette nedves törülközővel, alaposan vérző két térdét nem különben. Meyendorf báróné ott ült rémülten az ágy mellett. Semmi az egész, mondta az aggódóknak, holnap felkelek. De nagypapát mégis kellene orvost hívni. Ne, azt nem engedem, nincs nekem semmi bajom, mondom, hogy holnap felkelek. De másnap nem kelt fel. Rosszul érezte magát, mindene fájt. Harmadnap is rosszul volt még. Igen, nehezen jött helyre, és jókora időbe telt, amíg ki tudott ülni a karosszékbe. Hans és Daniella aggódva utaztak el, de előbb szentül megígértették vele, hogy megnézeti magát Hallében, ahol a legjobb orvosok vannak. El is ment a nevezetes Folkmanhoz, mikor már utazni tudott. Az orvos alaposan megvizsgálta. Hát nincs közvetlen baj, semmi. De ilyen magas korban már nagyon kell vigyázni. A szervezet már nem olyan regeneráló képes, mint fiatal korunkban. A tüdőben is észlelek, tompa gócokat. Jó volna a szivarozást mérsékelni egy kicsit. Jó, majd mérsékelem. Esze ágába se volt mérsékelni. Egyik Virginiát a másik után szívta, illetve minden szivar csak félig szívott el, a másik felét elrágta. Hogy mikor ég a szivarja, mikor nem, azt sohasem tudta. Néha rágyújtott az égő szivarra, néha erősen szívta és pöfékelte a képzelt füstöt a rég kialudt szivarból. Most Bayreuthba készült, a sokkal jobban izgatta, mint a szivarozás. Nemrég megkapta Wagnertől a Parsifal zongora kivonatát, és az új Wagner darab az átszellemült elragadtatás teljességébe emelte. Alig várta, hogy színpadon lássa a Wagner mű koronáját. És amikor Bayreuthban megkezdődtek az előadások, ő már ott volt Meyendorf Olgával együtt. A főpróbán ott ült az első sorban. Elámulva, teljes odaadással hallgatta, azt mondogatva magában, hogy ez a zenedráma a század remek műve. Egyszerre Wagner kezét érezte vállán, odafordult. Most figyelj, Franci, most tőled jön valami. A zenekar a Parsifal liturgikus motívumát zendítette meg. Igen, bólintott ő, már láttam a zongora kivonatban, így kezdődik a strasbourgi harangok. Szép motívum, örülök, hogy jó helyre került. Nem szemvelgésből mondta ezt, hanem őszintén. A Parsifal számára mindenét szívesen odaadta volna.
Még egy kicsit hízelgett is neki, hogy ezért a motívumért, amely az egész Parsifal zenében annyira fontos, Wagner az ő kincstárába nyúlt. Nem volt ez valami meglepő különben sem. Wagner egész életműve minduntalan az ő termékenyítő hatását mutatta. És ha ez a kolosszális tehetség a kezébe vett valamit, ha mindjárt idegen helyről vette is, az rögtön annyira az övé lett, mint ahogy vérátömlesztés után a szívdobogás azé, aké a szív. Caroline most sem szűnt meg hevesen küzdeni barátja Bayreuth-i útjai ellen, bár tudhatta, hogy hiába. De ő a siker reménye nélkül is küzdött tovább. Jelentkezett Rómában egy Lina Raman nevű hölgy, német zeneszerzőnő és írónő, középkorú, száraz hajadom. Feltette magában, hogy megírja Liszt Ferenc életrajzát. Két nagy kötetre tervezte, igen, sok jegyzete volt már, de a lényeget magától az életrajz hősétől akarta hallani. Hosszú órákat töltöttek együtt, és az abbé kezdte unni ezeket az összejöveteleket. Caroline annál kevésbé unta. Rátette a kezét Lina Ramanra. Elhatározta, hogy ez a Liszt életrajz nem lesz Wagner párti. Az öregember fáradt is volt, meg aztán úgy gondolta, hogy a végleges kéziratot úgyis látni fogja, abból majd kigyomlálja a neki nem tetszőt. Ezért ráhagyta a két nőre, hogy csinálják. Caroline tehát, mint valami boszorkány konyhában főzte a német nővel az életrajzot. Nagy egyházi művét 22 kötetben befejezte, és exekvátor céljából a Szent Szék elé terjesztette. A mű ott várta sorsát több ezer társa között. A hercegnő pedig megtalálván új munkáját, reggeltől estig kutatta régi leveleit, emlékeit, apróságait, mindenben valami adatot keresve Wagner ellen, és most már olyan szónoklatokat tartott barátjának, mint az anatémát hirdető pápa. Minden tirádájának az volt a vége, hogy Cosima protestáns hitre tért a Wagner kedvéért, tehát el fog kárhozni, Wagner pedig jól induló munkájával most már teljesen tehetségtelenné züllött. Az öreg pap nem hagyta magát. Amikor végighallgatta a Parsifalt, leült levelet írni. Álláspontom szilárdan megmarad feltétlen, vagy ha úgy tetszik, túlzott csodálatnak. A Parsifal több, mint mestermű. Ez kinyilatkoztatás zenedrámai formában. Joggal mondta valaki, hogy Wagner a földi szerelem éneke, a Tristán után az isteni szeretet legnagyobb énekét adta nekünk, amennyire ezt a színház szűk kereteiben megtehette. Ez a század csoda alkotása. Ötször egymás után nézte meg a Parsifalt, és még mindig nem telt be vele. Ekkor azonban Meyendorf Olga, aki vele volt Bayreuthban, mindenáron haza akart menni Weimarba. Éles jelenetre került köztük a sor. Végül a kanonok engedett, Wagner nagy sajnálatára elutazott. De az úton végig veszekedett a bárónével. Weimarban tovább folytatták a jeleneteket. Vagy engem szeret, vagy Wagnert, jelentette ki a báróné. A maga apró kalandjait még lenyelem. De ezt nem. Tessék választani. Nézze, Olga, ne állítsa érére a dolgot. Én törődött öregember vagyok, és szeretnék nyugodtan élni. Az mégiscsak képtelenség, hogyha van egy zene, amelyet imádok, akkor Rómában az egyik kínoz érte, Weimarban a másik. Hagyjon engem nyugodtan is, és beszéljünk másról. Nem beszélünk másról, tessék választani. Vagy Bayreuth a maga gőgös és hálátlan leányával és a maga megalázó statiszta szerepével, vagy én, aki minden gondolatát lesem, és ha elköhögi magát, már kétségbe vagyok esve, én kész vagyok szakítani is. Ugyan kérem, hát mi az, amit el akar szakítani? 71 éves vagyok. Csak ne beszéljen!
Én minden növendékéről pontosan vagyok értesülve. Ebből is elég volt. Tessék felelni a kértésemre. Feleletem az, hogy nagyon kérem, ne kínozzon engem. Úgy? Jól van. Meyendorff báróné összecsomagolt, és elutazott Rómába. Ő pedig az örömtől repesve visszasietett Bayreuthba. Az utolsó Parsifal előadást még el tudta csípni. Aztán még jó darabig ott maradt, mégpedig nagy családi öröm okán, a második Bülow leány, aki most múlt 18 éves, már megtalálta a párját, és most tartották esküvőjét egy fiatal olasz arisztokratával, Gravina gróffal. Az esküvő lezajlott, a fiatal pár nászútra ment, ő pedig vissza Weimarba tanítványaihoz. És Weimart még egyszer sem élvezte úgy, mint most. A báróné elutazásával estéi felszabadultak, folyton együtt lehetett a fiatalokkal, és vég nélküli whist játszmákat játszhatott. Ezt a játékot roppant szerette, és bár nem pénzre ment a dolog, csak dicsőségre, a nyerés mód felett megörvendeztette, a vesztés az kedvetlenné tette. A tanítványok hamar rájöttek erre, és az asztal alatt dugdosták egymásnak az ászokat, csak hogy a mester nyerjen. Ha észre is vette, nem szólt. Úgy tett, mintha nem látta semmit. Hadd örvendjenek ügyes cseleiknek. Így csalták egymást szeretettel órákon keresztül, és mindenki nagyszerűen szórakozott. Ha Meyendorff Olga Weimarban marad, ő most elment volna Rómába. De a haragos barátnő most Rómában tartózkodott, őt is, Karolint is egyszerre ott találni, hát, ezt nagyon sokkalta. Elhatározta, hogy egyáltalában nem megy Rómába. Ehelyett elment Kozimáékhoz, Velencébe. Wagner télen nem szeretett Bayreuthban maradni. Az idén Velencében nézte ki magának a Palazzo Vendramint, amelynek Beri hercegnő fia Della Grazia herceg volt a gazdája. Ezt bérelte ki. 18 szoba volt itt pazarul berendezve. A személyzetet a Wahnfried villából hozták magukkal, és még olaszokat is vettek hozzájuk. Két gondolás állandó zsoldban ott állt a Palazzo előtt. A nagyapának a homlokzati szobák közül adtak egyet, amelynek ablakai a Canale Grande-ra nyíltak. Korán kelt minden nap és elment a misére. Alig 100 lépésnyire a Palazzótól, ott volt a San Geremia templom. Mise után hazament, megreggelizett egyedül, és nekilátott levelezésének és kottáinak. De nemigen tudott odafigyelni, folyton Kozimát várta. Kozima déltájban nézett be hozzá, megkérdezte, hogyan érzi magát, egy-két futó mondatot váltott, aztán ment kifelé. Maradj már egy kicsit beszélgetni, hát folyton szaladsz. Soha nem tudok veled egy fél órát beszélgetni. Most nem érek rá, papa, az ebéd után kell néznem. Richard nagyon kényes a konyhára. Majd beküldöm magának Daniellát, ha unatkozik, mi pedig beszélgetünk ebédnél. Igen, igen, de nem ebédelek itthon, hát meg vagyok híva. Hát azt nagyon sajnálom, akkor majd beszélgetünk este. Véletlenül ma éppen estére is meg vagyok híva. Hát akkor majd beszélgetünk holnap, viszontlátásra. Kozima kurtán furcsán bánt vele, ahogy terhes öregekkel szokás. Olyanokkal, akik zavarják a házi rendet, de a türelmes háziasszony nyel egyet, és nem szól semmit. A nagypapa érezte, hogy zavarja a házi rendet. Wagner otthon ülő ember volt, és csak családja körében érezte jól magát, ki nem állhatta a vendégséget, mérges lett, ha valaki felkereste. Szeretett vacsora után együtt üldögélni övéivel, és felolvasni valami könyvet, hogy valamennyien hallgassák, aztán megvitatni a felolvasottakat. A nagypapa viszont a mozgást szerette, a társaságot, a jövésmenést, és ha már nem ment el este, akkor minden áron visztezni akart. Wagner nem szerette a visztet,
és sajnálta a szokott családi felolvasást. Így aztán hiába örültek nagyon egymásnak, jelenléte feszélyezte a házat. 6 hétig volt ott, akkor kezdett készülődni. Indulása tervét véletlenül rossz pillanatban vetette fel, Kozima valamiért bosszankodott éppen és ideges volt. Ilyenkor pedig szeretett epés megjegyzéseket tenni. Miért sietsz el tőlünk? Kérdezte udvariasan Wagner. Nem jól érzed magad? Más a baj, szólalt meg fulánkosan Kozima. A zsidóasszony haragszik. Apja ámulva tekintett rá. A zsidóasszony. A miféle zsidóasszony? A maga hercegnője. Hát nem tudja, hogy Wittgensteinné anyja zsidó származású volt? Hogyan ne beszélj bolondokat? Egyáltalában nem beszélek bolondokat. Járt mi nálunk sok orosz, akik ismerték a családot. Azoktól hallottuk. Eleinte mi sem akartuk hinni, hiszen kisség különös, hogy éppen annak ne legyen rendben a családfája, aki, mint hallom, állandóan zsidózni szokott bennünket. De én alaposan utána jártam, és így igaz, ahogy mondom, a maga hercegnője zsidó származású. Örülök, hogy ezt egyszer közölhettem magával. Ha megint rólunk lesz szó Rómában, és a maga hercegnője megint piszkálni fog bennünket, csak mondja meg neki, hogy mi antiszemiták vagyunk, és többek között ő miatta. Na, most pedig menjünk aludni. A kanonok azon vette magát észre, hogy ott áll egyedül a szoba ablakában. Nem is tudta, hogyan jött fel. Lebámult az imbolygó fényeket ringató csatornára. Igaz lehet ez? Nagyon hajlandó volt elhinni. Karoli mindig csak apja családjáról beszélt, anyjáiról soha. Arca rendkívül zsidós volt, ezt sem lehetett letagadni. Egyéniségének számos vonása is a feltevés mellett szólt, teológiai bogaraiban volt valami erősen talmudista jelleg. És ugyanúgy antiszemita volt, mint Wagner, a Geyer nevelt fia, és mint Kozima, a frankfurti Bethmann Simon Moritz dédunokája. Az öreg pap egyszer sátáni módon elkacagta magát az ablakban. Valami szörnyű, Hogarthra méltó humort talált abban, hogy ezek itt körülötte mind dühös antiszemiták, és agybafőbe zsidózzák egymást az ő feje fölött, miközben ő közöttük az egyetlen türelmes és felvilágosodott ember, az egyetlen, kétségtelen keresztény ő. Sokáig állt még az ablaknál, és bámulta a vizet, amelyen olykor elsiklott egy kései gondola podgyászokkal és utassal igyekezvén a Santa Lucia felé. Aztán vállat vont és odalépett az íróasztalához. Eszébe jutott valami javítás. Kiigazított egy akkordot legújabb szerzeményében. Ennek La Lugubre Gondole volt a címe. A gyász gondola. Mostanában már állandóan az elmúlás gondolata élt benne. Maga mellett érezte a halál láthatatlan alakját, ebben a házban különösen. Hogy miért, azt nem tudta. Hiszen mindig ide sütött a nap, a házat vidám gyermekzaj verte fel. De valami borongó sejtelem egybefont a lelkében az elmúlás és Velence hangulatát. Szerzeményéből a halál komorsága borzongott elő a lagúnák édes szépségének hátteréből. És mialatt írta, maga is nem egyszer megborzongott öreg testében, mint aki fázik. Amikor elutazott, Kozima kezet csókolt neki, aztán odatartotta magas fehér homlokát az atyai csók számára. Majd pedig az előcsarnokból visszafordult, és nem nézett hátra. Wagner azonban hajadon főtt, lekísérte a Palazzo Vendramin lépcsőjén egészen a gondoláig. Ott nevetve mondta, ezúttal kissé feszélyeztük egymást. Megölelte és megcsókolta. A kapuban még megállt. Akkor gondolt egyet és lesietett még egyszer a gondolához. Még egyszer megölelte,
sokkal erősebben, és elkezdte meghatottan, erősen csókolgatni. Már elindult a gondola, ő még mindig integetett a kapuból, ahogy hajadon főtt, ott állott. Ő Pestre utazott, átvette munkáját a Zeneakadémián. Ez a munka egyre nehezebb lett, mert Erkellel való régi összhangja törést kapott. A kultuszminisztérium és a parlament hivatalos körei felől kissé ideges és türelmetlen megjegyzések híre érkezett, többen kezdték sokalni a Magyar Zeneakadémia Wagner kultuszát, és keveselték a katedrák kiváltó zongora tanszak magyarságát. Hallani lehetett olyasfélét, hogy minek nekünk Wagner, amikor Erkelünk van. Az eddig is bujkáló, de feltűnő Liszt ellenes hangok most Erkel személyében találták meg ellenszemvük eleven jelszavát. És Erkel, aki nemzeti operákat és himnuszt adott hazájának, soha az országból ki nem tette a lábát, tetőtől talpig magyar volt, mégis egész életén át éreznie kellett, hogy a világhírű ember mellett a második helyre szorult. Nem hallgatta rosszallóan ezeket a hangokat. Dég János finom tapintata és okossága mindig elejét vette az élesebb helyzeteknek. De a Zeneakadémia vezetésében most már nem élt az a lelkes, lendületes összhang, amely megnyitásakor akkora erőt adott neki. A társaságban és tanítványaiban viszont annál több örömet talált. Sokat járt a Wohl nővérek szalonjába. Wohl Janka és Stefánia a Párizst járt világot látott, és európai szemléletű két nővér igen jól értett ahhoz, hogyan kell társadalmi előkelőségeket ügyesen keverni a művészi élet nevezetességeivel. Ugyanilyen, de valamivel társadalmi színezetű volt a szép földvári Emma szalonja, ahol főként Türr tábornokkal és a külföldről olykor hazanéző Munkácsival és Hubai Jenővel lehetett találkozni. Gyakran járt Schwentner apát plébánoshoz, ahol többek között egy Rád Zsigmond nevű igen szépen éneklő fiatalember vonta magára a figyelmét. Ez opera énekes szeretett volna lenni, de előkelő családja végül is a jogászi pályára szorította. Járt juhászékhoz továbbra is, gyakran találkozott Jókaival, Strobl szobrász megmintázta, Tanmór lefestette. Ugyancsak lefestette a gróf Nemes család egy tagja, gróf Nemes Nándorné, aki a Kristóf tér és a Sütő utca sarkán lakott. A grófné külföldi származású hölgy volt. Ransonet Willé báró bécsi kabinetirodai főnöknek volt a leánya, igen tehetségesen festett, igen tehetségesen zongorázott, és első emeleti műtermében az arckép festésen kívül is igen kellemes órákat lehetett tölteni. Fenntartotta továbbá barátságát gróf Aponyi Alberttel, gróf Zicsi Gézáékkal, akiknek tetétleni kastélyába is ellátogatott. Járt a Zicsi, Sztárai, Széchenyi családokhoz. Meghívta néha az európai hírű Grand Seigneur gróf Festetics Tassilo is, aki a Monte Carlói fejedelem feleségét, Hamilton hercegnőt választott el uralkodó férjétől, hogy nőül vehesse, nagy zenekedvelő volt és részt vett a Bayreuth alapító részjegymozgalomban is. Az Ag kanonok egyik nap ennél az előkelő háznál ebédelt a Nemzeti Múzeum háta mögötti palotában, másnap pedig elment Táborszki zenemű kiadóhoz a Kalap utcai Degré féle házba, és a folyosón megveregette a háziúr fiainak arcát, ha találkozott velük. Következő nap pedig az Oktogonra ment, abba a házba, ahol Kozma Sándor főügyész és gróf Festetics Leó laktak egymás mellett. Mert Festetics Leóval megint ugyanúgy barátkozott, mint a legrégibb időkben. Haragot most már nem tartott senkivel. Joachimmal is találkozott Pestem, az előregedett hegedűssel, aki hangversenyezni jött. Üdvözölte és kezet nyújtott neki. Az az ügy, amelyet valaha Joachim elárult, már megengedhette magának az árulás bocsánatát.
Egész Európában játszották Wagnert, és Bayreuth lett a világ modern zenei közepe. Tanítványaival mostanában 4 délután töltött hetenként. Juhász Aladár, akit már kész és pompás zongoraművésznek tekinthetett, amolyan tanársegédféle szerepet játszott mellette, sőt nem sokára kineveztette maga mellé gyakorló tanárnak. A fiatalok szépen haladtak, sok örömet tellett bennük, és felbukkant köztük egy német leány, Lina Schmalhausen, aki ide is eljött utána. Kedélyes, tenyeres talpas, hangos beszédű, áldott jó lélek volt ez a Lina. Rajongással kezdte, mint a többi. Aztán úgy folytatta, mint valaha Janina. Minduntalan bekopogtatott órákon kívül is. És bátortalanul célozgatni kezdett, hogy amit ő érez a mester iránt, az több, mint művészi rajongás. Mikor már a célzások félreérthetetlen szerelmi vallomássá fajultak, az aggasztján szomorúan mosolyogva simogatta meg a leány egészséges kerekvállát. Mit akarsz tőlem, fiam? 71 esztendős vagyok. A leány válaszként hozzásimult, és erős kézzel magához vonta az öreg fejet. Elkezdte rajongó héppel csókolni. Az agg hagyta. A leány, mint a kígyó fonódott köréje, és simogatta, csókolta, becézte fáradhatatlanul. És a vén oroszlánban megmozdult a hajdani vér. Karjaiba legényes erő költözött, s amikor felhördülve szorította magához, a leány boldog sóhajtással diadalmasan dicsőült meg az öregember kései szerelmében. Lina Schmalhausen ettől kezdve egész életét az agnak szentelte. Anyáskodó gyengétséggel tetvett a gyermek módján gondozásra szoruló ag mellett. Spiridion már nem szolgált a háznál, megszedte magát a Liszt hajfürtök árából, és trafikot nyitott Weimarban. Most egy Achille nevű olasz legény volt az inas. Ezzel Lina rendelkezett. Lina vette számba és adta mosásba a fehér neműt. Lina rendelte másnapra az ebédet. Lina vásárolta a kávét és a cukrot. Lina mosta meg minden héten szappannal az öreg mester még mindig dúsfehér haját, és ott ült mellette, amíg a hatalmas sörény meg nem száradt, nehogy még kimenjen az öreg a levegőre és megnáthásodjék. A csoszogva járó öreg kanonok pedig titkolt, de féktelen hiúsággal nézett körül a világban, 71 éves volt és szeretőt tartott. Egy reggel Vég János látogatta meg a Zeneakadémián. A tanári testület dolgaiban volt beszélni valójuk, és amikor a hivatalos ügyeket letárgyalták, Vég még nem búcsúzott. Még szeretnék valamit mondani, mester. Volna egy nagy kérésem. Vigyázzon jobban az egészségére, amely mindnyájunknak nagyon drága, és amellyel a mester kissé tékozlóan bánik. Nem szeretek goromba megjegyzéseket tenni, de ma reggel például szokatlanul fáradtnak látszik. Az agg elpirult, tudta, hogy miért olyan fáradt éppen ezen a reggelen. A megjegyzés elevenére tapintott kissé idegesen felett. Mit vigyázzak? Mire vigyázzak? Nem éjszakázom, rendesen élek, hát mit csináljak még? Először is rengeteget szivarozik. Aztán az a sok szesz, a nehéz vörösbor konyakkal keverve. Aztán a nők, az ember ezt csak fejcsóválva nézheti. Lehetetlen, hogy mindez ne rövidítse az életét. Nekem talán szabad a köztünk fennálló meleg barátságra hivatkozva megkérni, hogy egy kicsit vigyázzon magára. Boldogan kihúzta hajlott hátát az öreg kanonok. Hízelgetnek, hogy ilyen fene gyereknek tartják.
Szegény, öreg bűnös vagyok, kedves barátom. Mit csináljak? 71 éve folyton csak pocsékolom az életemet, és eddig nem ártott. Ami még hátra van, azt most már megvárom így. Na, beszéljünk másról. A fiatalok nagyon jól haladnak. Tudja, kevés olyan öröm van, mint gyönyörködni a fiatalokban. Ha visszanézek azokra, akiket én tanítottam, igazán büszkének érzem magam. Kit tart legnagyobb tanítványának? Bülovot. Most már megrokkant idő előtt. De mióta megint megházasodott és elvette azt a Marie Schantzer nevű színésznőt, talán megint megtalálja önmagát. Ő a legnagyobb zongorás tehetség, akit ismerek. No persze, voltak rajta kívül mások is. Mostanában sokszor eszembe jut egy régi tanítványom, akit majdnem 50 esztendeje már besegítettem zongoratanárnak a Genfi konzervatóriuma, pedig még gyerek volt. A kis hamburgi zsidó fiú. Nagyon szerettem, elragadóan kedves kölyök volt. Pucinak hívtam csak. Ennyi mi is volt a vezeték neve. Igazán bosszantó, hogy egy idő óta annyira kihagy az emlékező tehetségem. Ne, hiába, no, nem jut eszembe a vezeték neve, pedig itt van a nyelvemen. Egy szóval, ez a fiú vallási rajongásba esett mellettem. Kikeresztelkedett, szerzetes lett, abbahagyta a zenét, és mikor a német-francia háborúban ragályos betegeket ápolt, meghalt. Ennyi, na hát nem bosszantó, hogy nem jut eszembe a neve. Tűnődött a puci vezeték neve, sehogy se akart eszébe ütleni. Az agya nem működött. Máskor is tapasztalta ezt már mostanság. Szelleme érezhetően gyönkült, de ezen a reggelen különösen szikkadt és meddő volt a feje. Rég már elbúcsúzott tőle, ő még mindig azon a néven gondolkozott. Aztán Lina járt az eszében. Vállat vont. Vigye ördög azt a vezeték nevet. Aki úgy van alkotva, hogy élete mindig nők között telt el. Annak öregkorára meg kell fizetnie az adót érte. És inkább legyen kurtább az olyan élet, amelynek csókjai vannak, mint hosszabb, de örömtelen. Előszedte az előjegyzési naptárt, megnézte, mi van mára beírva. 83. február 15. vacsora gróf Apponyi Sándoréknál. Ennek örült. Sándor gróf hajdani jó akarójának, a párizsi követnek unokája volt, és már családos ember maga is. Így múlik az idő. Ekkor kopogtattak, de az ajtó rögtön ki is nyílt. Ábrányi Kornél lépett be, elváltozott arccal a sietéstől lihegve. Mester, borzasztó újság van. Wagner meghalt. Hogy is ne? Felelte ő. Hol veszi ezt a bolondságot? 10 embertől hallottam, az egész város beszéli. Ugyan kérem, hát rólam is már sokszor elterjesztették ezt. Engem Párizsban a sajtó már el is búcsúztatott. Wagner Velencében van, és kitűnően érzi magát. Ekkor megint kopogtattak, és Táborszky, a zenemű kiadó rontott be. Mester, Wagner meghalt. Itt van az Extra Bladban. Mutassa! Valóban ott volt az Extra Bladban a kétsoros hír. Wagner Richard Velencéből érkezett távirati jelentés szerint tegnap 69 éves korában ott meghalt. Hát ez lehetetlen. Ha valakinek nekem igazán tudnom kellene, hívják csak be Achillét. Az inas előkerült. Az öreg pap megért egy táviratot franciául. Cosima Wagner Palazzo Vendram in Venezia. Hogyan van Wagner sürgönyválaszt kér Liszt? Az inas elment a távirattal, ő pedig ilyet csodálkozással tanakodott magában. Ez lehetetlen, hiszen még arról sem kapott hírt, hogy Wagner beteg. Cosima okvetlen értesítette volna. De alig ment el az inas,
jött a távirat kihordó, izgatottan bontotta ki, a weimari nagyherceg részvétét fejezte ki. Egy fél óra múlva megint távirat. Meyendorf báróné részvétét küldötte. Aztán egyszerre 4 távirat jött. Aztán 10. Mi ez? Délután megjött a sürgöny válasz Velencéből. Mama kéri nem idejönni, hanem nyugodtan Pesten maradni. Holttestet Münchenen keresztül rövid ott tartózkodás után Bayreuthba visszük, Daniella. A távirattal bezárkózott. Egyedül akart lenni, hogy helyzetét átgondolja. Cosima tehát értesítés nélkül hagyta őt. Nem érezte szükségét annak, hogy fájdalmával azonnal apjához forduljon. Most pedig nem óhajtja, hogy ő jelen legyen a temetésen. Annak az embernek a temetésén, akinek élete felét áldozta. Majd lesznek ott mások, fejedelmi személyek, az egész német zenei élet, mindenki. Csak ő nem. Liszt Ferenc. Hát, jól van. Nyel egyet, hogy visszafojtsa a torkán feltoruló zokogási ingert, és itthon marad. Amikor beesteledett, felvette ünneplő reverendáját és kocsit hozatott. A kocsisnak megmondta az Aponyi Sándor címét. A kocsiban megrendülve nézett bele saját lelkébe, az a zeneszám jutott eszébe, amelyet ott komponált a Palazzo Vendraminban. La lugubre gondole. Az a gondola, amelyet ő előre megérzett, talán éppen most viszi a halott Wagnert a Santa Lucia felé. Wagner ott fekszik mozdulatlanul a koporsóban, és Cosima mély gyászban ül mellette. És megdöbbenve érezte, hogy ebben a gondolatban van az ő számára valami megkönnyebbült, valami felszabadult érzés. Elszörnyedve igyekezett annak a démonnak szeme közé nézni, amely most ott ült lelkében. Mi ez? Hiszen ő nem volt sohasem rossz ember. Miért nem tombol most a gyásztól és a fájdalomtól? Miért gondol Cosimára a megfejthetetlen káröröm valami bűnös érzetével? Nem értette saját magát, dúltan és felkavartan ült a bérkocsi mélyén. Az Aponyi gróf házánál meglepte, hogy a népes vacsorának semmi külső jele nem látszik. Máskor az előkelő fogatok egész sorát látta ilyenkor a háztövében tanyázni. Csengetett, sokára került elő a portás. Nem ma van a vacsora? Eltévesztettem a napot. Kérem, főtisztelendő úr, a gróf úr mindenkinek lemondott a gyászeset miatt. Ezt nem értem, hát nekem nem mondott le. Nem kérem, éppen én hordtam szét a leveleket, és még mondta is a gróf úr, hogy a főtisztelendő urat ma nem szabad zavarni. Úgy. Hát csak mondja meg a gróf úrnak, hogy üdvözlöm. Visszaült a kocsiba, és bemondta a Mihalovics lakás címét. Az gyengelkedett, és már lefeküdt. Az ágyból kelt ki, hogy ajtót nyisson. Ne haragudjék, hogy zavarom. Az Aponyék estéje elmaradt, és nekem ma este borzasztó volna egyedül maradni a gondolataimmal.